Sziasztok, Bertény vagyok, és üdvözlök mindenkit egy újabb YouTube videóban, ami nem más lesz, mint egy piac körültekintés. Van néhány téma, amit szükséges átbeszélnünk. Először megmutatnám, hogy én hogy állok. Jelenleg 1 millió 800 szeptozit fölött vagyunk. Mire eladok mindenkit, most szerintem a 2 milliót meg fogom ütni. Liquid coinban meg olyan 1,3 milliónál tarthatok körülbelül. Amit csináltam, az reggel nagyon... Először is nagyon beestek az árak éjfélkor, amikor kijött a teljes játék, utána fölrepültek hajnalban, hogy reggel megint olcsók lettek, sajnos a hajnalit átaludtam. 4-kor keltem fel, hogy megnézzem, de akkor fölösleges volt, visszaaludtam, fölkeltem 5-7 körül, bevásároltam rengeteg meta játékosból, mint Sancho, Coman, Bernier, Del Foden, nem is néztem én nagyon, hogy állnak Comanokat, azokat például olyan 40, 42-41 körül vettem. Szerintem már most profit körül állhatunk, úgyhogy eltelt kb. 3 óra, mivel mindenki elnyitja a FIFA pontját, tele lesz coinnal, és nyilván meta kártyákat akar venni a csapatába. Igen, Coman az már 45, hát 46, aha. Igen, már most a Comanokon körülbelül olyan 3-4k coin profiton vagyok per kártya. És ugye mostantól Campstyle Flippinget, Kemsztem itt előző YouTube videó ajánlom mindenkinek, mert nagyon jól fog menni. Most egy nagyon élő piac lesz végre, az emberek játszanak a játékkal, rengeteget is nyitnak. Ezt tudod csinálni, meg az SBC kártyáknak a forgatását ajánlom a mai meg a következő napra, mert mindenkinek meg lesz a játék. Mit csinál? Megcsinálja az Advanced SBC-ket, nyom fel a legolcsóbb megoldásokat, és rengeteg olyan kártyát találsz, mint például most a Zsinyák, a Tauvin, a Cessinja, ezeket mind... Folyamatosan kellnek a megoldásokba, és sniperhatod, mint például megnézzünk egy zsinyák szerint jelenleg, mindjárt nézzük mennyi, 4000 coin, de valószínűleg még többé megveszik, licitek, te rámész, megpróbáld olcsón elhozni őket, rengeteg lehetőséged van. Plusz, amit nem muszáj webappen sniperolnod, mert idén normálisan megcsináltak, hogy tudsz compare price és visszalépéssel sniperolni. Szóval compare price, visszalépsz, és bukkanak 2000 coin, pont nem csíptük el, de így sokkal könnyebb sniperolni, és konzolon végre gyors, főleg next gen-en. Hát old gen-en még nem lesz elég gyors, de next gen-en már tudsz elég gyorsan sniperolni. Úgyhogy ez például egy, amit tudsz csinálni. Hát ez a 8, igazából megveszik 4004-be is, úgyhogy ez már egy kis profit, főleg, hogy alacsony büdzsén vagy. No. És van egy másik téma, amiről úgy gondolom, hogy fontosabb beszélni, mivel rengeteg helyen láttam, hogy az emberek szeretnének befektetni SBC kártyába, vagy már be is fektettek, mondjuk a félretett 200-300 coinjukat, és hogy ez a mondhatni trédelés, amit csinálnak. Egyrészt azzal akarok kezdeni, hogy ez egy teljesen jó ötlet, mivel ennél alacsonyabb nagyon már nem lesznek az SBC kártyák, és idővel meg fognak duplázódni, triplázódni, de egy teljesen jó gondolat. Viszont még ki se jött teljesen a játék, nem volt még semmi SBC, és amivel indokolva van, hogy majd mi miatt fog felmenni, amiatt nem fog. Mert ugye leginkább például Modric tavaly, vagy Modric idén olyan 10.000 coin környékén van. Tavaly egy 87-es, mint egy Busquets, körülbelül hát olyan 12.000-nél tartott, amikor kijött a teljes játék. Nézzük meg, mikor jutott el ténylegesen a coin duplázás szintjére. Busquets mondjuk 10k-nál befektetsz, mire ténylegesen megduplázta a zsetonodat. Hát PSN nem is, mert PSN, Xboxon jobban mozog a FOD, de a duplázás az olyan 24.000 coin lenne, úgyhogy tényleges coin duplázás az olyan Black Friday környékén érkezett meg olyan, akkor ilyen 22.000. És ugye itt váltunk ikon SBC-ket, mert minden is nem emelkedtek a kártyák, még egy, mikor kijött a legelső ikon SBC, csak egyszer lehetett megcsinálni, és nem emelkedtek. Úgyhogy... nem fog annyira gyorsan fölrepülni a FOD, és az ugye az Mbappé SBC-t várja mindenki. De gondolj bele, kijön mondjuk az Mbappé SBC, nem akarok hülyeséget mondani, 3 hét múlva. Kinek lesz coinja 3 hét múlva, BC-n és custom kívül, no offense, aki meg tudja csinálni az SBC-t? Rohadtul senkinek nem lesz elég coinja, drága SBC lesz, senkinek nem lesz coinja arra, hogy megcsináljon a játék elején egy... Szóval, mert Mbappé miatt emelkedni fog, max, hogy már most tudod, hogy szeretnéd megcsinálni, vehetsz Foddel tolcson, azt ajánlhatom, de az Mbappé az minimum egy 2 millió környéki SBC lesz. Mondjuk kihozzák 1,7 milliós SBC-nek. Mondjuk, hogyha 10%-kal megemelkedik már minden Foddel, vagy mondjuk, ugye duplázást akarná, hogyha duplázni akarnád a coinodat, ugye 100%-kal megemelkedne minden Foddel ára, akkor az Mbappé már 3,5 milliós SBC lenne. Ki fogja megcsinálni annyit? Szóval... nem tudom, ez hogy... ezt láttam sok helyen, TikTokon, mindenhol.
SBC kártyákkal bőven ráérsz várni, én szerintem október végéig, hogy vegyél, és még lehet, hogy akkor is egy 2-3 hetes tartás lesz. Az a baj, hogy teljesen az ilyen múlik. Az is lehet, hogy nem lesz igazam, és 3 hét múlva fölrepül. De sajnos arra is van esély, hogy másfél hónap múlva fog csak emelkedni. Főleg, hogy az ilyet tavaly hozott be elég sok SBC-t, amiben nyár vége fel, hogy emlékeztek, hogy csak ilyen 80-as ratingeket kért, és a High Rated Foddert nem kérte egyáltalán, amikor ilyen sima játékos SBC-k voltak. Úgyhogy jó lehet a fod, de csak azért ne úgy számoljatok vele, hogy megdupláld a konyodat 2 hét múlva, mert az nagyon az ilyen múlik, és nagyon kicsi az esély, hogy meg fog történni. Ugye a 83-as 84-eseket is kérdeztétek, mert hogy most, jaj, egy Ibrahimovic csak, mennyi egy Ibrahimovic, mondjuk példának tökéletes lesz. 1004 tényleg Potomkoin egy 84-esért ajándék, ezt aláírom. Csak mondjuk nézzük meg Pizzit, itt sokkal több coin, ő mondjuk jobb, alapból drágább volt, mert jobb pozíció, stb. Meg több coinja volt az embereknek a játék ellen, hogy befektessenek, nem tudott a fodder ennyire alacsonyra menni. Ha Pizzit vettél mondjuk ilyen 3000 körül, vagy még esetleg egy tök jó snipe-okkal 2000 környékén, akkor kellett várnod november 25-ig, mire a 83-as 84-esek ténylegesen kellettek SBC-kbe. Úgyhogy a játék elején nagyon nem mozog a fodder olyan nagyot, és főleg, hogy szerintem már sokkal több ember befektetett, mint amennyi majd meg fog csinálni egy Mbappé SBC-t, egy Haaland SBC-t, mert még senkinek nem lesz coinjere. Úgyhogy nekem ez még eléggé aggasztó, majd kiderül, hogy mi fog történni. Mi az, amit én ajánlok? Én azt ajánlom, hogyha van minimum egy ilyen 2-3 millió coinod, megvan a csapatod, és van egy fölös 500k, nem szeretnéd trédelni, és megvan a csapatod, nyugodtan, nyugodtan fektess be. De szerintem a játékosok 97-98%-a, akinek nincs sok zsetonja, hogyha csak egy kicsit chemstyle trade-el, vagy csak egy kicsit, nem tudom, ilyen zsinyákokat forgat, minden nap, hogyha engem nézel, egy napi 20-30k könnyedén megkeresel, és sokkal jobban jársz, mert akkor mondjuk október közepén már lesz mondjuk 200k helyett 600k, ugyanúgy be tudsz fektetni 200-at, és nem is kell annyit ülnöd rajta, mint mondjuk másoknak kell, akik most befektetnek. Én szerintem még nem kell. Úgyhogy én tényleg csak azoknak, akiknek rengeteg coinjuk van, azok mindenképp egy klubfeltöltést ajánlok, az az, hogy 90-es ratingtől, aki ilyen fodder árakban vannak, 83-ig vedd meg az összes kártyát, mindegyikből egyet. És szerintem az nagyon profitáló lehet. És lényegében, igen, ennyi, amiről akartam beszélni. A piac az most a következő napokban azzal számolok, nyilván content függő, hogy emelkedni fog. Este hét előtt mindig pre-upekek előtt azt ajánlom, hogy a forgatásokból szálljatok ki, és reggelente is lesz egy jó lehetőség bevásárolni, akkor mindig alacsony lesz a piac, és csak folyamatos campstart trade, én azt fogom csinálni, néha-néha ránézek az ikonokra, és ennyi lesz. Úgyhogy köszönöm szépen, hogyha megnézted a videót, kedveld, és iratkozz fel, aztán találkozunk a következőben. Sziasztok!